Ennek a beszélgetésnek a végén ki kellene derülni, hogy ki vagyok én. Pontosabban, hogy ki vagy te. Valami oka lehet annak, hogy 3-4 éves korunknál messzebb nem látunk vissza az életünkből. Ha a kisunokámmal beszélgetek, akkor is olyanról kérdezgetek, ami 3-4 éves korában történt meg vele, már most 9 éves korára nem emlékszik. Én 3-4 éves koromig tudok visszaemlékezni eseményekre, ezek állóképek, amelyek esetenként visszaidéződnek bennem, hogy ülök a fán, nagyon szerettem fára mászni, hogy ott ülök az óvodának a pad során, és mögöttem azok a képek vannak, amelyek már ma múzeumban láthatók, vagy ott állunk az óvoda zárt kapujában, a fal mellett, párosával felsorakozva, és elköszönünk az óvónénitől. Ő úgy köszön el, hogy kitartás, ilyen szálasi, mi meg válaszolunk rá, hogy szebb jövőt a magyarnak. Persze nem tudtuk, hogy a zárt kapunk kívül milyen világ is van. Állóképek az orosz katonák, akik beszállásolva voltak nagyapám kocsmájában, ahogy betározzák a géppusztolyaikat, az 1944 vége. Te meddig tudsz visszaemlékezni a gyermekkorodra? Meddig látsz vissza? Én talán 6-7 éves koromra tudnék visszaemlékezni, és különböző eseményeket elmesélni neked, de ezek nem állóképek, hanem mozgóképek. Előttem van, hogy nyári időszakban a bátyám barátaival kis agyaggolyókat gurítottak, és a golyó, ha nem került bele a kis gödörbe, akkor én voltam az, aki összeszedte, és újra a kezükbe adtam. Előttem van az a jelenet, hogy a barátnőmmel udvarunknak a hátsó végében disznó állkapcsokat gyűjtöttünk össze, aztán sarat kevertünk ki a víz és a por keverékével, és betömtük, állatorvost játszattunk. Aztán előttem van az a kép is, amikor súlyos betegen nyugágyban fekszem az akácfa alatt. Aztán csodálatos kép, tél van, gyönyörű hófötte táj, a gyerekszobából nézek ki az ablakon, és kémleljük az eget, amelyik vörös, és édesapám azt mondja, látod kislányom, karácsony közeledtével, ott sütik az angyalkák a szaloncukrot. Hát ezek azok a megfogható képek, amelyeket bármikor elő tudom hozni, és amelyek nagyon kedvesek számomra. Számomra azok már mozgóképek, amikor iskolába kezdtem járni. Apám kísért el az első iskolai napon, megyünk le a Percelmúl utcán, és bevezetett az akkori fiúiskolába. Gyülekeztünk fiúk, és én fölültem az első padsornak a tetejére. Nem az ülőkére, hanem a tetejére. És mikor belépett a tanár úr, tanító úr, akkor még férfiak tanítottak bennünket alsó tagozatba is, akkor odajött hozzám, és minden szó nélkül, minden kérés nélkül olyan nagy pofont kevert le nekem, hogy leestem a padról, apámnak úgy kellett összekotornia. Te hogyan látod ma, mi nyugdíjas pedagógus, ezeket a módszereket? És éltél-e ezekkel? Éltél-e hasonlóakkal? Én is visszamennék egy kicsit az iskolás koromra, hisz említetted, hogy édesapád vezetett az első nap az iskolába, engem az édesanyám. Nagyon közel laktunk mi, hisz szomszéd, egyik szomszédunk volt az iskola, másik szomszéd pedig a plebánia. Kettő között laktunk mi. Talán az egyik legkedvesebb emlékem, hogy talán egy hete, hogy jártunk iskolába,
Mindig gondosan előkészítettem a táskámat, kis uzsonatáskát vittünk, emlékszel rá. És én egyik reggel iskolatáska nélkül mentem el az iskolába. És becsengettek, észre sem vettem, nem pakoltam ki, amikor kopogtak az ajtón, és édesanyám megjelent, utánom hozta az otthon felejtett táskát. Elszégyeltem magamat, de egy olyan kedves tanítónéném volt, első osztályban, ha jól emlékszem, élő tanítónéninek hívtak, aki egy fejsimogatással azt mondta, ezt majd megtanulod, kislányom. Az én iskolám az más volt. Más pedagógusok vettek körül, ezt büszkén mondhatom. A tanítóképző gyakorló iskolájába jártam, ahol kitűnő, szinte válogatott nevelőink voltak, és nagyon kedves kis tanítónénik és kis tanítóbácsik, akik rajtunk tanulták az oktatás és a nevelésnek a módszertanát, a módszerét, a tudományát. Verésre abszolút nem emlékszem vissza, hogy alkalmazták volna, bár voltak férfi tanítóink és tanáraink. Most azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit szólok a testi fenyítésnek az alkalmazásához, hát mélységesen elítélem. Ezt sem a gyermekemnél nem használtam, egyrészt mert nagyon szófogadó, nagyon jó kislány volt, és olyan kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy én mindent vele meg tudtam beszélni, és elfogadta tőlem a követelésemet. A pedagógiai munkám alatt hát bizony sokszor volt olyan tanítványom, amikor én is úgy éreztem, hogy ezt már nem tűrhetem tovább, de ilyenkor visszafogtam magamat. Azokat a szülőket és nevelőket nagyon elítélem, akik különösen a gyereket arcul ütik. Olyan volt, de az a gyerek érezte, és én is hozzáfűztem egy gondolatot, hogy a fenekére ráhúztam. És ezt mosolyogva is reagáltuk le, de hogy valakire kezet emeltem volna, olyan nem történt. Azt tudom és tapasztalom a kislányom történeteiből, igaz történeteiből, aki szintén tanár lett, hogy ma nagyon-nagyon nehéz fegyelmezni, és nagyon-nagyon nehéz rendet tartani a tanórákon és az osztályban. De azt hiszem, hogy ma még jobban felkészült tanárokra van szükség, tehát úgy is mondhatnám, hogy szaktekintélyekre, és azzal talán a fegyelmet is meg tudom tartani. Akkor a te ifjúi diákkorodban azok a fogalmak, hogy tenyeres, körmös vagy sarokba térdepeltetés nem is voltak ismertek? Nem alkalmazták a mi iskolánkba. Talán a legsúlyosabb büntetés volt és módszer volt, hogy sarokba küldték. Hát az is azt hiszem megszégyenítő volt. Bocsánatot nem kellett kérni, de aztán egy idő után a tanár a helyére engedte. De azt hiszem, hogy az a tanító, aki tégedet megfenyített és lelökött a padról, abból a tanítóból valami hiányzott. Érzelmekből valami hiányzott.
Vagy toleranciámból, ugye? Vagy tolerancia. Maradjunk még kicsit a nevelésnél. Otthon nálunk a nevelőszülő édesanyám volt. Apám reggel elment dolgozni, késő este jött haza. Anyám kezébe volt a nevelési gyáplő, vagy a nevelési pálca. Nálatok otthon milyen volt a család nevelési módszere? Ki volt a nevelő? Ki volt a fegyelmező szülő? És tudtál-e példát hozni a családodból a pedagógus pályára az otthoni nevelési módszerekből? Hárman voltunk testvérek. Három különböző egyéniség és különböző személyiség. Én sokszor értetlenül álltam olyan eseteknél, amikor a lánytestvérem, nővérem Marika és bátyám Józsika a sarokba álltak, vagy térdepeltek, mert én kimaradtam valahogy mindig a büntetésből. Én egy nagyon vézna, gyenge kisgyerek voltam, és a szüleim nagyon-nagyon féltettek, talán ezért sem büntettek meg engemet, másrészt pedig a csintevésükben nem vettem részt. Csak szemléltem és láttam. A családomra elsősorban az volt a jellemző, hogy ami nálatok is, hogy igen, szigorral, tehát követeltek tőlünk, és azt hiszem, hogy annak az időszaknak a nevelési elvárása az volt, hogy a szülővel szemben tekintélytisztelők legyünk. Nálunk is ez volt, de nagyon nagy szeretet vett körül bennünket. Jellemző volt az, hogy a családi étkezések kezdetben mi kicsik voltunk, külön történtek. A konyhában a szüleim a nagyasztalnál ültek, és mi kis gyerekek a számunkra készített kis székeken, amit egy asztalossal készítettek, még ma is őrzöm az egyik darabját, és a kis asztalon volt nekünk hármunknak megterítve. Az ebédek úgy folytak le, hogy meg kellett várni édesapánkat, felállva imádkoztunk, majd helyet foglaltunk, és édesanyám először az édesapámnak, majd bennünk, nekünk hármunknak, gyerekeknek tálalta az ebédet. Kérdezted azt, hogy mit hoztam a szülői házból? Hát elsősorban ezt a meleg családi életet és szeretetet, ami körülvett, a rendszeretetet, a pontosságot, és a megígért szónak a betartását. Mindketten nagyon pontos emberek voltak, nagyon erkölcsileg magas szinten neveltek bennünket, és én azt úgy érzem, hogy nagyon pozitív energiát kaptam én otthonról az életem során. Ha a gyerekkori elfoglaltságaimra gondolok vissza, akkor nagyon sok szép emlék tolul az ember emlékezetébe. Ilyen volt a korcsolyázást, nagyon szerettem Bonyhádon, akkor még mind a két rétet elöntötték vízzel, nagyon szerettem korcsolyázni, járni. A jégnek valami különleges varázsa van a siklással, a fényével. Azután édesanyám nagyon agilis asszony volt, rengeteget jártunk kirándulni, gyalogosan a Cikói Jó templomhoz, vagy nagyon sokat jártunk a Szászvári strandra. Olyan is előfordult, hogy szekeret fogadott, és szekérrel, lovas szekérrel fölmálháztunk, fölpakoltunk, és a Szászvári strandra jártunk. A ti házatok alatt ott
és rét volt, ott folyt egy kis patakocska. Nem féltettek benneteket? Ez egy igazi paradicsom volt, ahogy oda leszökhettetek talán egy kis játékra, vagy legálisan is oda lemehettetek. Nem féltettek a szüleitek attól, hogy ott a patak, hogy valami baj történik? Valójában a házon kívül általános iskola felső tagozatos időszakáig nemigen engedtek el otthonról, a féltés játszott közre. Hát néha előfordult, hogy a bátyámmal lementünk a Kapos folyóra fürödni, de hát közte volt a vasúti sín, amely Kaposvárra vezetett. Az eszembe jut, hogy édesapám meg akart tanítani korcsolyázni. Befagyott, a kapos kiöntött, és befagyott a rét. És mindhárom gyereknek volt korcsolyája. Fölcsatolta a lábamra, és megfogta a kezemet, és rávitt a jég szélére, és azt mondta, Erzsikém, kislányom, figyeld, hogy kell rakni a lábat, az élre kell állni, de belsőre tedd az éleket. És egyszer csak azt hallottam, hogy az édesapám alatt ropog a jég, és elmerül egészen térdig. Én gyorsan, nem is tudom milyen módon menekültem ki, de ez volt az első és az utolsó korcsolya leckém, amit tőle kaptam, mert további korcsolya órák befejeződtek. Aztán olyan is eszembe jut, hogy karácsonykor, hát ez egy csodálatos emlék, ismeretlen gyerekek csengőszóval jöttek Betlehemet köszönteni. Hát ez egy csodálatos élmény volt. Ettől annyira, ez olyan varázslatos volt, hogy amikor a kettes iskolába lehetőség adódott, hogy én is Betlehemet tanítsak be, akkor külön a Gerberich Jánossal készítettem egy kis fa Betlehemet, amivel aztán az előadásunkat színesítettük, és eljártunk Bonyhádon Betlehemet tanítani. Aztán eszembe jutnak azok az élmények is. Édesapám József volt, és hatalmas József napokat tartottak a barátaival, de a József napokat már egy héttel megelőzték a cigányok, akik eljöttek neki zenélni, a kedvenc nótáit eljátszani. Hát ez valami kuriózum volt, és különleges volt. Cimbalmot nem hozták? Cimbalmot nem hoztak. A Kapos folyóban, nem tudom, említettem, hogy fürödtem is, de sokat jártam le a kertünkbe, ahol kis vadvirágot szedtem, vagy édesanyámnak segítettem a kerti munkákba, de mindig felügyelet alatt voltam. Nagyon szép emlékeim kötnek nagyszüleimhez, Kalocsához. A nyári időszakban és a nyári szüneteknek a nagy részét levegőváltozás céljából, mert nagyon vézna kislány voltam, nagyon rossz evő voltam, így a kalocsai nagymamához mentem 2-3 hétre. Ők szigorú napirendet tartottak, úgyhogy én a jellegzetes alföldi teli faajtos kapun nemigen mehettem ki, vagy csak velük, de nagyon-nagyon jól éreztem magam náluk. Édesanyámnak az édesapja cipész mester volt, kis cipő szalonja is volt,
remek szakember. Még ma is érzem az orromban a bőr, az illatát, a kaptafákat fönt az egyik sarokba, a folyosó végén, és a nagymamámnak a finom főztjeit. Azt hiszem, neked nagyon sokszor említettem, hogy olyan finom rántott süllőt, karikára vágott burgonyával és paprikasalátával soha senkinél nem ettem, és még magam sem tudtam úgy elkészíteni, mint a kalocsai nagymamám. Ott az udvarban, az udvarukban kis homokozó volt, ott játszogattam, mert mindig felváltva mentünk nyaralni, hisz ők is már idősebbek voltak, tehát a három gyerek nagyon sok lett volna nekik. Érzem a kis előkertben nyíló petóniáknak az illatát, pláne a nyári estéken, és előttem van a nagyanyámnak a féltése is, amikor egy-egy kiadós nyári zápor után ledobtam a kis szandálomat, és kifutottam az udvarukba, porba, mezítláb, hogy érezzem azt a meleg, gözögő talajt. Hát bizony, ők is nagyon féltettek, és gondolom, hogy nagyon örülhettek, hogy mindig épségben adtak vissza a szüleimnek. Szép nyarak voltak. Én egy négytagú családban nőttem fel. Én utána született két évvel még egy leánytestvérem, húgom Márta. Édesapám szabómester volt, édesanyám pedig azt mondhatom, hogy végzettség nélküli, de mesterszabó. Nagyon tudta a szakmáját. Édesanyám viszonylag jómódú családból érkezett, ők négyen voltak testvérek, édesapám pedig nagyon-nagyon szegény körülmények között nőttek fel, ők pedig öten voltak testvérek, nagy családból érkezett. A szabóságból az 50-es években nem lehetett megélni. Emlékszem, szüleim állandóan dolgoztak, reggeltől estig, szombat, vasárnap. Inasaik, segédeik is voltak, és mégis nagyon-nagyon nyomorúságosan tudtok előteremteni a mindennapi szükségleteket, a tüzelőt, az élelmiszert. Örökké kölcsön kellett kérni pénzt, aztán nagyon nehezen lehetett visszaadni. A karácsonyokra visszaemlékszem, másoknál már szenteste égtek a gyertyák, az én szüleim még mindig dolgoztak, ugye, mert karácsony az egy szezon a szabó családban, mindenki karácsonyra akarta az új ruhát felvenni. És amikor már másod megjött a Jézuska, akkor a hugommal még este sötétbe szállítani is kellett. Aztán később le kellett adni apámnak az ipart, mert olyan sok adót vetettek ki, amit már nem tudott kifizetni. Akkor elment a bányába dolgozni, édesanyám pedig téglagyárba. Mivel foglalkoztak a szüleid? Hogy tudtatok megélni az 50-es években? Milyen körülmények között éltetek? Az én családom 5 tagú. 2 leány és 1 fiú. Idősebbik testvérem, nővérem Marika, aki 1937-ben született, bátyám Józsika, aki 1940-ben, és már nem él köztünk. Majd én születtem. Az édesanyám, már említettem, kalocsai származású, 22 éves, amikor 1934-ben édesapám a dombovári hentes és mészáros jómódú üzletember feleségül veszi. Anyukám egy törékeny, visszahúzódó, szerény, nagyon szép lány. Édesapám mögött pedig egy
árva múlttal rendelkező férfi ember áll, aki egy nagyon kemény és szigorú apa nevelt, és egy mostoha. Ő 29 éves, 7 év korkülönbség volt köztük, és valószínű már nagyon vágyódott családra, így édesanyámat ostromolta az udvarlással, hatalmas elmondások, elmesélés alapján hatalmas szerenádokat adott Kalocsán, vitte a zenészeket, pénze volt, megtehette, szállodába aludt, és olyan híre volt Kalocsa városában, hogy hát talán nem is lehetett ezt a közeledést visszamondani. Így édesanyám az Alföldről Dombovárra került. Nehéz volt, azt hiszem, édesanyámnak beilleszkedni az új környezetbe, az új családba, hisz az életet teljes mértékben megváltozott, de ő is hamarosan megkedvelte az apukám foglalkozását, megszerette a körülötte lévő nyüzsgő életmódot, és édesapám maximálisan biztosítani tudta neki a jólétet. Édesapámnak inasai voltak, lovak, hintók, állatokat ő maga vásárolta fel, és ő olyan igazi üzletember volt, aki nem a pénzt nem azért gyűjtötte, hogy nagyobb házat vegyen, hogy elköltse haszontalan dolgokra, hanem befektette. Nagy volt a konkurencia Dombováron, és ezért ő gondoskodott arról, hogy fejlessze a tevékenységét, Budapestről rendett abba az időbe villannyal működő töltőgépeket, sőt, vágóhidat épített. Az édesanyám pedig társa lett később az üzletben, mellette állt, ropogós, keményített, hentes kötényben az apukám, fehér köpenyben, édesanyám pedig a pénztárosi tevékenységet végezte. Aztán mindennek hamarosan vége lett, amikor az elmesélésből tudom, hogy vékával, véka számra gyújtották fel az elavult pengőt, majd aztán édesapámnak bezárták az üzletét, és az 50-es évek azok kegyetlenek voltak. Az én szüleimet is utolérte az államosítás, mint ahogy a te szüleid is leadták az ipart. Már a hónapra becsukták az üzletet, és ezután valami borzalmas időszak következett. Emlékképeim között az van, mert előttünk gyerekek előtt nem mutatták, hogy milyen helyzetbe kerültek. Csak egyszer megjelent az édesapám egy muraközi lóval, kocsink, hintónk volt otthon, befogta a lovat, és elindult a mindennapi betevő falatot beszerezni. Ebből az igazi, ízig-vérig üzletemberből fuvaros vált.
ahhoz, hogy három gyermekét, feleségét eltartsa. Egy darabig volt tartalékunk, de hát annak is egyszer vége lett. Őt, akit nagyon tiszteltek és becsültek a városban, nem szégyelte ezt a munkát, és ő is jelentkezett a Hidasi bányába. Sajnos az egészségi állapota akkor már olyan romló helyzet felé indult, hogy fizikálisan nagyon nehezen végezte ezt a munkát, de nekünk gyerekeknek mindig csak a mosolygos arca van előttem. Ők kettőjük között biztos nagyon nehéz évek álltak. Aztán arról nem is beszélek, hogy osztályidegenné minősítették. Börtönbe került. És itt el kell mondanom egy máig is szívbe markoló esetet. Szeptemberben vonult be börtönbe, azt hiszem 1951-ben, és karácsonyra érkezett haza. Karácsonyra engedték haza végleg, és a mi karácsonyi ajándékunk az a fahéjas kalács, amit a börtönben utoljára kapott ebédre, azt ő összecsomagolta, és a három gyereknek elhozta. Talán életemben ilyen finom illatú kalácsot soha nem ettem. Visszagondolva, nagyon nehéz életük volt. Nem is tudom, hogy mi egyáltalán kibírtuk volna-e, vagy elviseltük volna-e, de minden tiszteletem az övék, és amikor sírjuknál állok, akkor csak nagy-nagy köszönettel tartozhatom nekik, mert igaz emberek voltak. Édesapám német származása miatt a kitelepítési listára is rákerült. Én csecsemő voltam még, amikor a határozatot megkapták, hogy a fiúgyermek és az apa Németországba kerül, az édesanyja és a két leány gyermek pedig itt marad Magyarországon. Emiatt édesanyám, aki ellenkezett, és szó se lehetett, hogy ő itt hagyja a hazáját és a szüleit, börtönbe került. Úgyhogy engem szoptatni oda vittek be anyukámhoz, amelyik pár napig tartott, aztán az édesapám budapesti ügyvédet fogadott, aki megoldotta a dolgot, hogy a család itt maradt, és nem kerültünk Németországba. Én szerettem iskolába járni, és majdnem végig általános iskolában jó tanuló is voltam. Könnyen tanultam, odafigyeltem órán, és amit órán megtanultam,
az körülbelül általános iskolában elegendő is volt a leckék kivételével, hogy be tudjak számolni a tanult anyagról. Jó tanulásom eredményeként kaptam 7. osztály után egy csillebérci táborozást, ami mai napig is nagy élmény számomra, nagyon jó visszaemlékezni erre. A jó maga viseletűek közé tartoztam, talán az első osztálybeli első pofonnak köszönhetően, vagy talán azért, mert édesanyám nagyon szigorúan nevelt bennünket, és a megfelelési kényszer nagyon erős volt bennem. De te a benned lévő kis magányság, csibészségből eredően tudom, hogy részt vettél a tanár csínyekbe, amitől én óckodtam, és soha ilyen elhajlásban nem volt részem, vagy ilyen csínyekben nem vettem részt, mindig csak távolra figyeltem azokat a vagányabb osztálytársaimat, akik bizony ezeket megcsinálták. Hogy emlékszel ma ezekre vissza? Hogyan fogadtad azokat a diák csínyeket, amit ellenet követtek el akkor, amikor már tanár voltál? Először el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy felügyelet alatt voltam a tanáraim részéről. Egyrészt, mert nagyon jól ismerték a szüleimet, ismerték és tisztelték. Másrészt pedig az iskola mellett laktunk. Tehát bármilyen kis csínyben részt vettem, én még haza sem értem, a szüleim már tudták. Lehet az osztályfőnököm, aki elvitte a hírt. Lehet, hogy ez a kis bosszú is vezérelt arra, hogy merészkedjem ezekbe a megmozdulásokba részt venni, de azt hiszem, hogy a határt mindig tudtam. Hát, hogy elmeséljek ilyen csintevést, amelyik talán a legnagyobb volt, matematika tanárunk általános iskola felső tagozatában, 5. osztályba járunk, frissen végzett Szegedi Egyetemről kikerült tanárul Török Miklós, aki a matekot nagyon tudta, csak elmagyarázni nem tudta, és fegyelmet nem tudott tartani. Lányok csendbe legyenek, lányok csönd, lányok ide figyeljenek, ez a matematika, ez egy csodálatos tudomány. Hát persze ennek a levét meg is ittuk a gimnáziumba, ahol matek szakos osztályfőnököm volt. No, ezzel a Török Miklós vicceltük meg úgy, hogy egy egeret eresztettünk el az osztályban óra alatt. Persze mondanom se kell, hogy milyen visítozás volt, de ezt ebben az egész osztály benne volt, tehát nem különültünk el, hát ebből a csintevésből nem lehetett kivonni magamat. De olyan igazán nagy szemtelenségek nem történtek azért az életemben. Bár amikor velem a tanítványaim, hát idézőjelben megvicceltek, én mindig elmondtam nekik azzal kapcsolatos sztorit. Tehát próbáltam magamat nem feltüntetni olyan tanárnak, hogy én bűnt nem követtem el, vagy én csalafintaságot nem csináltam, vagy én nem próbálkoztam puskázni. Tehát a gyerekek előtt én nem csináltam ebből titkot, mert ami csintevéseim voltak, azok azt hiszem, hogy egy bizonyos határba belefértek, határ között mozogtak. És a tanulmányi eredményeidről nem akarsz beszélni? Én nagyon jó tanuló voltam, nagyon szorgalmas kislány voltam. Az első volt a feladatom, amit iskolából hazajöttem, elvégeztem. Sokszor még ebédelni se akartam. Többször vitték kiállításra kis füzeteimet, ma is megvannak.
nagyon szép külalakkal dolgoztam, annak ellenére, hogy emlékszel, hogy mi tintával írtunk, igen, milyen nagyon-nagyon nehéz volt. Inkább humán érteklődésű voltam. A matematikát, fizikát, kémiát, az szükségszerűen meg kellett tanulni, vagy érteni, vagy segítséghez fordulni, de nagyon száraz tantárnak, tehát nem találtam meg benne a szépségét. Nekem ezekkel meg kellett küzdenem. Voltak különórák is, ugye? Hogy? Volt, hát az gimnáziumban volt, mert azt a török tanár úrnak köszönhetjük, hogy külön órákra, tehát külön tanárt fogadtak a szüleim, mert kiderült, hogy az általános iskola nagyon vidám matematikai óráiból semmit se tanultunk. Úgyhogy az egyismeretlenes egyenlet, az tényleg ismeretlen volt számunkra a gimnáziumban. Az is előfordulhatott abban az időben, hogy éppen egyszerre zongoráztunk. Te Dombováron gyakoroltál, én meg Bonyhádon. Én úgy lettem odaverve a zongorához, unottan, kedvetlenül, miközben a társaim játszottak a Vörösmarty téren. Te meg nagy szeretettel és nagy jókedvel. Miért kezdtél el zongorázni? Mi erre készített a családnak az a törekvése, hogy zenét tanuljanak az iparos gyerekek, vagy volt egy benned lévő belső késztetés erre, hogy hangszeren elkezdjél tanulni? Mindkét szülőm nagyon szép énekhanggal és nagyon jó hallással rendelkeztek. Az apukám hegedülni is tudott, és van egy olyan fényképem, ha bár nincs a birtokomban, hanem a Dombovári Múzeumban található, ahol 1925-ben a templomi énekkarban énekelt, az énekkar tagja volt. Tehát én magammal hoztam már a jó zenei hallást, és talán a zene szeretetét is. Na most azt hiszem, hogy abban az időben, igen, ez szinte követelmény volt, hogy az iparos családoknak a gyermekei hangszert tanuljanak. Mindkét testvérem is játszott, illetve beíratták magántanárhoz, hisz akkor még zeneiskola nem volt, de ez csak a kísérletig jutott el. A bátyám hegedülni tanult, és nagyon jól emlékszem arra, hogy a kis kottájára is, hogy ahhoz a magántanárhoz, akihez járt, tovább nem jutott, egyetlen egy számot tudott csak lejátszani, a szeretnék szántani. A nővérem, ő is járt zongorára, de aztán nem mutatott affinitást, és hát ott voltam én, aki először egy magán kántor tanítóhoz, Péter Feri bácsihoz irattak be, nem messze tőlünk lakott a szomszédba. Egy héten kétszer jártam zongoraórákra, aki egy nagyon-nagyon kedves ember volt, és akkor a szolfést és a zongorát nem tanították külön, hanem azon az egy órán sajátítottam el a zongora technikáját és a szolfés oktatást. Később aztán zeneiskolába irattak a szüleim, és erről már bizonyítványom is van. Sajnos zongoránk nem volt, mivel én nekem a legjobb barátom ettől az időszaktól kezdve 1956-ot írunk. Talán 55-ben kezdtem a tanulmányaimat.
A legjobb barátom a zongora lett. Nagyon szorgalmas voltam, élveztem a haladást, és ezért szüleim kerestek egy helyet, ahol bérelték a zongorát. Emlékszem rá, 50 forint volt egy hónapban a gyakorlás díja, és oda jártam egy házhoz gyakorolni. Télen fűtetlen szobába, nagy kabátban, sapkában, majd lefagytak a kezeim, de ki nem hagytam volna egy gyakorlást sem, és egy zongora órát sem. Én azt hiszem, akkor már tudtam, hogy milyen pálya felé fogok orientálódni, és nekem akkor, amikor már sikerélményeim voltak, hangversenyen is szerepeltem, megpecsételődött a sorsom, hogy én ezen a pályán fogok tovább haladni. Hogy zongorával, vagy szolfézzsal, vagy énekkel, azt még nem tudtam. De nekem meghatározó volt az életemben a zenei tanulmányaim, és azt hiszem, hogy a szüleim ezt nagyon-nagyon élvezték, és nagyon felnéztek rám, hogy a másik két gyerekkel nem sikerült, hát legalább a legkisebbik, az ezen az úton halad. Tudok én is zongorázási sikereidről. Nagyon büszkén számoltál be mindig arról, hogy a Keszthelyi Helikon versenyen milyen sikert értél el. Hogyan emlékszel erre vissza, hogy zajlott ez le? Hát ez már gimnazista koromban történt, és egy kicsit visszamegyek előbb az időbe, hogy a tanítóképző intézet gyakorló iskolája, amely később aztán, illetve a tanítóképző átkerült Kaposvárra tanárokkal együtt, akik később engem tanítottak a főiskolán, ott mozgalmas és nagyon nívós zenei élet folyt. Alsó tagozattól kezdve az iskola kórusában, gyermekkórusában, majd vegyeskarában énekeltem. Még Kodály Zoltán előtt is adtunk hangversenyt. Hát ezek igazán az öröm órái voltak és ünnepei voltak. Köztudott, hogy Kodály akkor már nagyon sokat járt le Dombovárra a Péceli családhoz, akiknek lányát, Sárikát, aki egyidős volt és együtt járt egy osztályba a bátyámmal, őt vette el feleségül másodjára. Tehát én az iskolámba is segítséget kaptam ahhoz, hogy a zenét megszeressem a zenetanulásban és a produkcióimban. Én örömet lelhessek, és azt hiszem, hogy büszkék is voltak rám az iskolámban, mert minden alkalmat megadtak nekem, hogy szerepelhessek. Emlékszem rá, hogy még az orosz laktanyában is, az orosz tisztek és katonák előtt Chopin mazurkáit játszottam, talán egy november 7-e alkalmával, és a Keszthelyi Helikonra pedig az iskolám nevezett be, határozottan emlékszem, hogy Mozartnak a D-moll fantáziáját játszottam, és aranyoklevelet kaptam. Sajnos ez azt hiszem az iskolámban maradt, mert akikre büszkék voltak azok a tanulók teljesítményére, azoknak az okleveleit kirakták, és tudom is, hogy a folyosón hol volt, hogy aztán mi lett a sorsa, nem tudom. Nagyon büszke voltam magamra, és hát annyi évnek a
szorgos tanulmánya, azt hiszem, hogy talán itt csúcsosodott ki. Aztán majd a főiskolán hasznosítottam még ezeket a régi zongoraórákat. Én tanár szerettem volna lenni, de végül is gépésztechnikus lettem. Szüleim praktikus okok miatt döntöttek így. Az akkori időben, az 1950-es évek közepén a tanárok méltatlanul kevés keresettel rendelkeztek, és szüleim attól féltek, hogy én is olyan sorsra jutok, amilyen sors nekik jutott az anyagi egzisztenciális téren. A technikusok iránt nagy kereset volt akkor, és nagy lehetőségek nyíltak, ezért olyan reál pályára kerültem, ami meglehetősen idegen volt számomra. Te mégis tanár lettél. Ezektől a körülményektől és az ilyen jövő kilátásoktól függetlenül. Miért lettél tanár? Te szerettél volna tanár lenni? Azért, mert talán olyan gyenge szervezetű voltál? Vagy voltak tanárpéldaképeid? Vagy honnan került elő ez a foglalkozási ág, hogy tanár legyél? Egyet tudtam, hogy annyira beleástam magamat a zenébe, hogy elképzelhetetlen volt, hogy más szóba is jöjjön. Éppen ezért a szüleim is támogattak abban, hogy ezt a pályát válasszam. Anyagi megfontolásról soha nem volt szó. Már akkor éreztem a gyerekekhez való kötődésemet, elhivatottságomat. Az iskolában emlékszem, hogy a kisebbeket patronáltam, szeretgettem, terelgettem, és amikor 63-ban végeztem a gimnáziumomban, akkor nekem eltökélt szándékom volt, hogy zenei pályára megyek, sőt, én énektanár szerettem volna lenni már akkor. Sajnos akkor még élt az a megkülönböztetés, hogy osztályidegen, gyermek és X-es. A felvételi papíromra, amelyet Pécsre szerettem volna beadni, a Pécsi Tanárképző Főiskolára, akkor rákerült a papíromra az X-es jel. És ez azt jelentette, hogy el sem küldik, nem küldik tovább a jelentkezési lapomat. Édesapám ekkor kétségbe esésébe, miután ezt megtudta az iskolám igazgatójától, aki jóindulatulag elmesélte, egyik nagyon jó tanár barátjához fordult, aki akkor már a kaposvári tanítóképzőben tanított, és az ő segítségét és beavatkozását kérte, és így sikerült engem Kaposvárra irányítani, ahol azok a tanárok kerültek át a megszűnt tanítóképzőből, akik engem is tanítottak. Tehát ismerték a családot, ismertek engem, és az ő jó indulatukon függött az én további sorsom.